Tanóra a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Az egyházi fenntartású intézményben 5 osztályt indítanak a következő tanévben. Az pedig, hogy ez az 5 osztály pontosan kikből áll majd össze, nagyban függ a szombati középfokú írásbeli vizsgától is. A felvételizőknek szombaton 10 órától előbb magyar nyelvből, majd matematikából kell tudásuk legjavát adniuk. A gyermekek 45 percig írják, kivétel azok, akiknek hosszabbítás van, tehát időhosszabbítás. Szeretném felhívni a szülők és a tanulóknak a figyelmét, hogy a vizsga megkezdése előtt körülbelül egy 3/4 órával jelenjenek meg az iskolában. Jövő héten pénteken lehet megtekinteni a feladatokat, a vizsgákat, az írásbeli vizsgát reggel 8-tól délután 16 óráig. A gyermekek fellebbezhetnek, hogyha valamilyen kifogásuk van, természetesen erre joguk van, de a javítás, azt tudni kell, és szeretném elmondani, hogy mindenféleképpen a javítási útmutató szerint történik. A szombati írásbeli vizsgákon országszerte 541 helyszínen több mint 71 ezeren felvételiznek. A 9. évfolyamra több mint 56 ezeren jelentkeztek, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin több mint 9000, a 8 év folyamoson több mint 6000 gyerek vesz részt. A Kossuth gimnáziumban 100-nál is több általános iskolás tanuló ad számot tudásáról szombaton. Tehetik ezt az elmúlt 2 évhez képest megengedőbb keretek között. Korlátozó szabályok nincsenek, annyit viszont szeretnék elmondani, hogy az írásbelire megkérnénk a szülőket, hogy kísérjék el a gyermekeket az iskolához, engedjék be, de be nem jöhetnek. Ez nem a koronavírus miatt van, hanem az írásbelinek a nyugalmát szeretnénk megőrizni. Nálunk ugye speciális a helyzet, mert szóbeli is lesz. Ez február vége és március elején zajlik, február 27-től március 14-ig, és a szóbelire természetesen a szülők már bejöhetnek az intézménybe. A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói már szombaton elérhetőek lesznek az oktatás.hu oldalon. A középiskolák pedig rendszerint már jövő héten lehetőséget biztosítanak a kijavított dolgozatok megtekintéséhez. Aki betegség miatt a hétvégi eseményen nem tud részt venni, január 31-én kedden tudja pótolni vizsgáját. A központi írásbeli eredményéről az adott középiskola postai úton tájékoztatja a vizsgázókat február 10-éig.